Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk az apiterápia, mégpedig azért, mert nem régiben volt alkalmunk és lehetőségünk, hogy egy apiterápiás nyílt napon ott lehessünk Antal István barátunknál. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, méhészmester méh plusz ész egyenlő méhész. Ez egyébként az apiterápiából is kiderül, hiszen ez egy nagyon régóta ismert és alkalmazott természetes gyógymód, ami most Magyarországon a reneszánszát éli, viszont nagyon-nagyon keveset tudunk róla. És nekem volt alkalmam, illetve az operatőr kollégámmal együtt meggyőződtünk arról, hogy igenis ez a népszerűsége nem légből kapott, hanem nagyon-nagyon fontos. Viszont hogy megtudjuk, hogy ez mi, ugye az api az méhet jelent, a terápia így együtt. De honnét jött a gondolat, hogy ezt Magyarországon is megvalósítsd, és egyáltalán beszéljünk erről a természetes gyógymódról, az alapoktól kezdjük. Hát az alapok azok onnan indultak, hogy egy osztrák orvos a 70-es években felfedezte azt, hogy méhészkedett, orvos volt, és aszmás is volt egyben, és észrevette azt, hogy ő a méhek közelében jobban érzi magát. És ezt elkezdte tudományosan vizsgálni, és megállapította, hogy ennek létjogosultsága van, és folyamatos vizsgálatok után egyre jobban elterjedt. Ez Nyugat-Európában már teljesen elfogadott gyógyítási módszer, sőt, hogy elmondjam, hogy a Kelet-Európában, Ukrajnában, Oroszországban nagyon-nagyon elterjedt. És ott olyan szinten, hogy például a kórházaknak a pulmonológiai osztályán, a kórházak udvarán méhes házak vannak, és a tüdőbetegeket viszik, és ott gyógyítják egy kiegészítő gyógymód. Tehát ha azt mondjuk, ugye azt tudjuk, hogy a méhészeti termékek gyógyászati célra való felhasználása az egy évezredes történet. Igen. Tehát most vissza az eredendőhöz. Te például hogy kezdted, hogy lehet ezt megtanulni, hiszen csak úgy egyik napról a másikra nyilván nem megy semmi. A méhészet egy nagyon komoly ágazat. Tehát először is a méhekről is kell tudni mindent, utána pedig megtanulni az apiterápiát, miként lehet használni, hitelesnek maradni, igen, ha úgy tetszik. Én 30 éve méhészkedem, 2006-ban méhészmesteri címet értem el, és mindig szerettem volna egy kicsit többet adni, mint a méztermelés. Kicsit többet is gondolni belőle. A méheket imádtam, és imádom a mai napig, és mindig szerettem volna egy olyan dolgot tenni a méhekkel, valami pluszat. És körülbelül 10 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a gyógyítási formával, és nagyon megragadott a gondolat, és mindig motoszkált bennem. Utána olvastam, és fakultatív módon képeztem magam ebben a témában, de aztán olyan szerencsém volt, hogy egyszer Nyugat-Európában járva Stuttgart mellett véletlenül belefutottam egy apiterápiás házba. És legnagyobb szerencsémre ott volt a tulajdonos, és ő elmondta azt, hogy igen, ez egy gyógyító ház, és hogy ide nagyon-nagyon sok ember megjelenik légzőszervi problémákkal, idegrendszeri problémákkal, és hát ott eldőlt a sorsom, és azt mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni, és beléptem a Magyar Apiterápiás Társaságba, ahol nagyon komoly ismeretanyagot tudnak átadni, és folyamatosan a világon történő vizsgálatoknak az eredményeit, ami ezzel a kísérleteknek az eredményeit, ami ezzel kapcsolatos, azt a tudomásunkra juttatja, és nagyon nagy tudásanyagot biztosítanak számunkra. Ugye a társaság elnökével volt szerencsém találkozni, az egyik vezetőjével, aki rendkívül meggyőző volt abban a tekintetben is, hogy azt mondta, hogy ez abszolút természetes. Tehát tulajdonképpen semmi különleges nincs benne, hiszen, és nem csak azért, mert évezredek óta ismert, hanem ezek a gyógymódok azt az alapot, azt az elvet követik, hogy maradjanak is olyanok, tehát nem kell misztifikálni, csak tudni kell, hogy mikor, mire használják. Hogy lehetett ezt úgy megtanulni, hogy aztán ma már, ugye, ahogy beszéltünk itt, a székesfehérvári telephelyed azért népszerű? Igen. Igazából
Ez egy összetett gyógyítási mód. Ezt három fázisból áll a gyógyítás. Egyszer van a kaptárlevegő, ami abból áll, hogy mikroszkopikus méretben a méhek az általuk termelt anyagokból, mézből, propoliszból, virágporból mikroszkopikus méretű darabokat választanak ki, és ezt kering be a háznak a levegőjébe. Aztán van egy biorezonancia, ami abból áll, hogy a méhek nagyon magas rezgésszámon élik az életüket, és ezt a magas rezgésszámot átadják a környezetükben lévő élőlényeknek vagy tárgyaknak is. És mivel minden élőlény egy bizonyos rezgésszámon éli az életét, és a beteg élő szervezetek, beteg embereknek a rezgésszáma az leesik. Na most a méhek ezt a hatalmas rezgésszámot átadják a páciensnek, és felemelik az egészséges szintre a rezgésszámot. A harmadik pedig egy hőhatás, ami úgy alakul ki, hogy a méhek alapban 28-34 fokot tartanak a kaptáron belül, és ezt a viszonylag magas hőmérsékletet bejuttatják a háznak a légterébe, és ez a három együttevő fejt ki egy komplex gyógyítási lehetőséget, és akik meglátogatják ezt a házat, ezt mind a három áldásos dolgot megtapasztalhatják. Nyilván ez úgy lehet hatékony, tehát magában a kezelés, ha megismered az előző betegségeket, azok lefolyásait. Tehát mennyi idő kell ahhoz, hogy teljes egészében meggyőződj arról, hogy a hatékony módszert, tehát ezt időben, mennyiségben is gondolom választ. Hát minden betegségre megvannak azok a protokollok, amivel a gyógyítást végre kell hajtani. Vannak makacsabb betegségek, és vannak olyanok, amire nagyon-nagyon jól reagálnak emberek. Például vannak a mi vendégeink között is volt, vagyis azt mondom, hogy van is gyógyíthatatlan beteg. De 2 éves stagnál az állapota. Tehát az már eredmény. Az már eredmény, mert 5 évvel ezelőtt azt mondták, hogy és 5 évet jósoltak neki az orvosok. És amikor az idén tavasszal elment egy kontrollra, akkor az orvos kikerekedett szemmel mondta, hogy hát stagnál az állapota. És ez már én úgy gondolom, hogy egy eredmény. Tehát mindenképpen megerősítést jelent. Mindenképpen. Aztán, amikor arról beszélünk, hogy kisgyerekek hatalmas asztmás allergiás rohamokkal és ilyen betegséggel élték az életüket, és azt mondom, hogy egy 10 napos kúra után a gyerekeknek megszűnt ez az allergiás tüneteiknek ez a garmadája, ahogy élték előtte az életüket, és lényegesen jobb életminőséget kaptak. A telet úgy élték át, hogy 2 orfolyással megúszták a telet. Amit előtte úgy voltak, hogy többet volt a kórházban, mint kint. Miként lehet az apiterápiát használni prevenciós jelleggel? Tehát vannak-e olyan betegségek, amelyet ha elmegyünk ideje korán, akkor esetleg megússzuk? Rossz szó ez erre, de a lényegét kifejezi. Igen, például az allergiás, a pollenallergiának a megelőzésére, hogyha tavasszal veszünk egy kúrát, akkor egy megerősödött immunrendszerű szervezet megy bele a pollen szezonnak a közepébe, ugyanis hát azt tudjuk, hogy az allergia az egy legyengült immunrendszerű szervezetnek a reakciója erre a természeti jelenségre, a pollenre, és hogyha tavasszal veszünk egy kúrát, és így indulunk bele a nyárba, akkor már a szervezet felismeri a pollent,
és nem úgy van, hogy egy idegen testként kezeli, és a megerősödött immunrendszerű szervezet az nem úgy reagál rá, mint ahogy az előző időszakban, hanem mint ismerős anyagra reagál, és nincsenek olyan erős reakciói, mint azoknak annak a szervezetnek, aki még ezzel nem találkozott. A társaság tagjai együtt egy jó csapatot képeznek, ez nyilvánvaló, követik a külföldi trendeket, segítenek egymáson, felhívják a figyelmet, hogy mit lehet még hozzátenni, viszont miként vélekednek az orvosok az apiterápiás kezelésekről? Van-e kapcsolat az orvos, beteg és az apiterápiás társaság között? Milyen igen, nagyon megosztó ez a dolog. Vannak orvosok, akik pozitívan állnak hozzá, és tényleg partnerként kezelik a dolgot, és vannak olyan orvosok, akik a saját gyógyítási módjukat veszik erőnybe, és sajnos még nem alakult ki az, hogy elismerjék. Az orvosok körében annyira nem ismerték. Bár én hallottam már olyat, aki azt mondta, hogy ez igen. Igen. Nem is messze tőlünk, egy belgyógyász szakorvosról beszélek, aki azt mondta, hogy ő maga is alkalmazza. Igen. Sőt, adott esetben azt mondja, hogy ez kiegészítőként nyugodtan induljon el, és keressen fel benneteket. Én senkit nem biztatok arra, hogy a hagyományos orvoslást hagyja abba, hanem hogyha kiegészítésképpen tudjuk ezt alkalmazni. De ha olyan betegségeket, amit évek óta küzd a betegséggel, és nem tud belőle kilépni, és hogyha ennek hatására valami javulást elértünk, akkor már megérte ezt alkalmazni. Annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy gyógyászati célra használják a virágport, a propoliszt, a mépempőt, a mémérget egyaránt. Tehát nyilvánvaló, hogy ennek megvan már az alapja, és évszázadok, évezredek óta. Hogyan lehet, azt kérdeztem a méheket rávenni, hogy segítsenek, de mit kell tenni egy méhészmesternek, hogy elindítson egy ilyen folyamatot? Hát igazából nagyon egészséges, nagyon magában a házban nagyon egészséges, nagyon erős családok vannak elhelyezve. Nagyon odafigyelünk arra, hogy mindenféle szempontból a legjobb családok legyenek. Hát, hogyha azt mondom, hogy körülbelül élősúlyban körülbelül 70 kiló méhecske van a házban, akkor el lehet képzelni, hogy milyen brutális energiák mozognak ottan. És feltétlenül a legfontosabb az, hogy tudjuk azt, hogy mennyi betegsége van a méheknek. Tudjuk azt, hogy milyen nehéz manapság méhészkedni. Vagyis hát igazából ezt a méhészek tudják. De nekünk nagyon nagy célkitűzésünk az, hogy úgy tartsunk ott méheket, hogy ott semmiféle kemikália, semmiféle olyan szer, ami esetleg az emberre káros lehet, azt ne alkalmazzunk a méhészetben, ott a méhek között. Csak természetes anyagokat használunk a különböző károsításokra, ami a méheket ér. Igen, ez fontos, amiről beszéltünk, hiszen ugye a méhésztársadalom ebben az esetben nagyon fontos, hogy összetartó legyen. Mert hogy ugye ez az alap mindenestől, és ráadásul épp elég probléma sújtja ma a méhészeket, gondolok itt elsősorban a hamisított mézek, az időjárásváltozás, tehát a klímaváltozás is lesújtott, a késői tavasz, az egyáltalán nincs napsütés, nincs virágzás. A apiterápiát érintő, azon felül, hogy a társaság tagjai nyilván összetartóak, kérdésköröket hol tudjátok megvitatni? Minden évben van kurzus, egy vagy több is, ahol összejövünk, és akkor az éves tapasztalatokat megbeszéljük, és az újabb kutatások eredményeit is átadjuk egymásnak, meg a tapasztalatokat. Mert ez is fontos, hogy kinek milyen tapasztalata volt azokkal a betegekkel, akikkel kapcsolatba került.
mert ugye, mint emberek nem vagyunk egyformák, a betegek se egyformák. Lehet, hogy ugyanazzal a betegséggel egy beteg másképp, ennek a szervezete másképp reagál erre a kúrára, mint a másik betegnek a szervezete. Nagyon érdekes, hogy mindenki kérdezi, hogy meddig hatásos ez a kúra, amit ő vesz esetleg a saját betegségére is. És most már van rálátásom arra, hogy mindenkinek más az, ameddig hatásos. Aki szerencsésebb és olyan alkata van, vagy a szervezete úgy reagál rá, akkor egész hosszú ideig is hatásos a kúra. Aztán vannak akiknek ismételni kell. Igen, hát szájról szájra, kézről kézre adják ezt a történetet. Egyébként én magam is meggyőződtem róla, már mint abban az értelemben, hogy ugye kint voltunk a nyílt napon, előtte pedig számtalan érdeklődőt láttam egyrészt a méhészeti szakvásáron, másrészt ugye a belvárosban, amikor a mészkirálynőjék felvonultak, akkor is nagyon sokan megálltak ott nálad. Igen, az érdeklődés nagyon nagy. Az újdonság erejének is talán köszönhető, de az emberek vonzódnak ahhoz, hogy természetes úton gyógyítsák magukat. És az, hogy méhekhez közel kerülve ugye elismerik a méheknek a gyógyító hatását, és hogy a méhekhez közel kerülve gyógyulhatnak, ez mindenkinek vonzó dolog. És az, hogy ráadásul egy kicsit mindenki, amikor méhekkel történő gyógyításról beszélünk, mindenki arra asszociál, hogy mészurás. És mikor meghallják, hogy ez egy teljesen békés, sőt, annyira békés, hogy még akinek van egy kis félelme a méhektől, még annak azt a félelmet is levetkőzheti, mert itten magával, méhekkel a házban nem fog találkozni. Teljesen közel van hozzánk, akár 10 cm-re is van a méheknek tömege, de a ház az teljesen maga méhmentes. És ez egy kicsikét felbátorítja talán az embereket arra, hogy ezt a gyógyítási módot ezt alkalmazzák. Tehát ez egy jó út. Mit hozhat a jövő? Beszéltek erről a társaiddal, barátaiddal? Hát a jövő az, hogy minél több méhes ház legyen az országban. Mert az utóbbi időben szomorúan vettem tudomásul, hogy olyan messziről jönnek el, vagy jönnének el hozzám emberek, hogy sokszor kivitelezhetetlen az, hogy egy körülbelül 2 hétig tartó kúrát itt nálam véghez vigyenek. És amikor elkezdjük kutatni azt, hogy akkor a közelükben nincsen méhesház, akkor rájövünk arra, hogy sajnos nincsen méhesház a közelükben, és az országban körülbelül 10-12 méhesház van. Tehát kellene jóval több. Sokkal több kellene. Mert elkötelezett ember nyilván van, csak még nem tudják, de azt gondolom a társaság feladata pedig, hogy népszerűsítse. Mert én azt gondolom, hogy amit mi megtehetünk, azt nyilván megtesszük, mert itt Székesfehérváron jó tapasztalatok, Székesfehérvás környékén mondom, jó tapasztalatokkal bírunk. Mit kívánjak? Hát a méhekre jó időt, és tényleg jó szezont és jó kellemes időjárást, és hogy az emberek minél jobban megismerjék ezt, és minél jobban tudják ezt használni. Így van, tehát nem betegséget kívánunk, hanem azt, hogy aki valamilyen betegséggel küzd, nézzen utána, hiszen szinte bizonyosan van olyan gyógymód, ami teljesen természetes, és ami itt van nekünk Székesfehérváron a jó voltatokból. Antal Istvánnak köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. És hát fogunk találkozni természetesen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!